estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Tartsanak velünk ma este is, érdekes témákkal foglalkozunk. Adventi koszorú saját kezüleg. Mutatjuk is, hogy miként lehet elkészíteni egy igazán divatos darabot. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Tavaly óta működik egy kis műhely Fehérváron, ahol mindig valami új születik. A műhelyet egy testvérpár alapította, akik felismerték, hogy a régi megunt bútoroktól, tárgyaktól nem kell feltétlenül megszabadulni, ha frissítenénk környezetünkön. Egy ecsetei doboz festék csodát tehet, persze, ha nem sajnáljuk le az időt. Hódít a skandináv, vintage stílus, melyhez több tucat matfesték áll rendelkezésre. Ezek környezetbarát módon készülnek, szaktalanok, és bármit lehet velük festeni. Regina és Andrea ezt szeretné átadni mindenkinek. Mi csak segítséget adunk egyébként, akik hozzánk eljönnek boxot készíteni. Ők választhatják ki a színeket, összesen 57 szín áll rendelkezésünkre, plusz 3 metálszín, és maga a doboznak a berendezését is a Gyöngyi csak segíti, és maga a szakmai részét mondja, mindenki saját maga alakíthatja ki a színvilágot, ami ő neki éppen arra a karácsonyra megfelel. Aki pedig nem szeretne bútort festeni, vagy csak inkább kicsivel kezdene, bemutatjuk, hogy miként készíthet az ünnepekre asztaldíszt. Nagyon divatosak a boxok, természetesen koszorú helyett is készülhet egy csinos darab. Vízbázisú festék, 57 színben elérhető. Amit most én csinálok, minden egyes festékünkhöz egyébként adunk egy keverőpálcát, felkeverjük a festéket, szerintem ez nem újdonság senkinek, mielőtt elkezdjük használni, és utána elkezdjük festeni a dobozunkat ezzel a festékkel, és ahogy említettem már, maga a festék környezetbarát, baba bútorokat is tudunk vele festeni, ha szeretnénk. Gyerekek kezébe is nyugodt szívvel adhatjuk. Ők is tudnak vele kreatívkodni, tehát mondjuk egy ilyen adventi asztaldísz elkészítésekor ők is nyugodtan be tudnak nekünk segíteni, hogy elkészüljön ez a fantasztikus mű. Ahogy látjátok, nagyon gyorsan lehet használni, nagyon jól kenődik, egy húzással gyönyörűen befedi egyébként a felületet. Esetleg még Andi, te mit tudsz? Teljesen szaktalan, tehát zárt térben is alkalmazható, nincsen szükség különösebb előkészítésre, feltéve, hogyha nem tehát papírdobozon használjuk, hanem fán vagy bútoron. Nem kell, ha épp és egységes, tehát homogén a felület, akkor nincsen szükség egyáltalán csiszolásra. Egyből rákenhetjük a krétafestéket. Egy alapos zsírtalanítás és portalanítás után. Gyakorlatilag 30 perc alatt porszáraz, a második réteg az egy óra után kenhető rá. Önmagában a krétafesték egyébként sérülékeny, ezért minden esetben valami záró réteget kell rajta képezni, ez lehet wax vagy lak. A waxot akkor javasoljuk, hogyha nincsen nagyobb igénybevételnek kitéve a darabunk. Ha vizes helyiségben vagy konyhában használjuk az elkészített tárgyat, akkor viszont a lakkozást szoktuk javasolni. Ha kész a festés, picit szusszanunk, még megszárad, fél órát kell várni az újabb réteg rákenéséig, aztán kezdődhet a díszítés. Megszáradt a dobozunk, amit két rétegben már lefestettünk, most pedig meg fogjuk díszíteni Andival együtt, mert hogy kerek a doboz, és azt a stencilt, sablont, mi stencilnek hívjuk egyébként, de sablon magyar neve, rá fogjuk tenni, így segítek az Andinak. Addig az Andi felkeveri azt a festéket, most nagyon divatosak egyébként a metál színek is, bár alapból egy matt krétafestéket használtunk, de díszíteni egy arannyal fogjuk, mivel karácsony is van, és a hangulatán ez fog szerintem egy picit így emelni. Mi ezt választottuk. Megpróbáljuk úgy felhelyezni egyébként ezt a sablont, vagy stencilt, hogy szépen folyamatosan menjen a minta.
Oké, ezt rögzítjük, hogy ne mozduljon el, de ennek ellenére én majd még az Andinak segítek, hogy felfeküdjön a minta ennek a doboznak. Igen, az oldalára. Engeres felület. És az Andi akkor majd megmutatja, hogy hogyan kell megdíszíteni ezzel a festékkel. Jó. Fogom a sablont, és akkor az Andi pedig felfesti ezt a mintát. Ezzel körbe fogjuk festeni. Jó? És azért tartok csak az Andinak alá, hogy itt kifeküdjön ez a minta. Amikor egyébként egy busztort díszítünk, vagy bármi mást ezekkel, nyilván egy picit egyszerűbb, mert ott sík felületet fogunk... Meg merebebb felületet fogunk díszíteni. Ez igazándiból az eljárása ennek a díszítésnek, amit nálunk lehet megtanulni, és velünk együtt lehet egyébként elkészíteni az alkotásoknál. De már többször hangsúlyoztuk, nyilván alapból mi kis bútorfestő tanfolyamokat tartunk, de mivel ez is a profilunk része, hogy adventi asztaldíszt készítsünk, mert hogy nagyon népszerű maga ez az elkész, tehát ilyen alkotásokat létrehozni, és ezért gondoltuk, hogy ez jó lehetőség arra, hogy mi is készítsünk, de hát akkor már abban a stílusban, amit mi képviselünk, ebbe a picit vintage-es, picit patinás, picit régies stílusba, mert ezek nem lesznek tucat termékek, ezek egyediek lesznek, ezt mi tudjuk elkészíteni a saját két kezünkkel, természetesen mi segítünk, hogyha kell, de otthon is egyébként, hogyha valaki bátor, akkor neki lehet állni nyugodtan. És hát mindig azért sokkal közelebb áll a szívünkhöz majd a karácsonyi asztalnál ez a dísz, hogyha ez fogja a vacsoraasztalt díszíteni. Meg hát nyilván 4 hétig nézzük, mert hát 4 gyertyát kell, hogy meggyújtsunk addig is rajta. Jó, és akkor szépen finom mozdulatokkal, szinte száraz ecsettel kitöltjük a mintát, nem kirajzoljuk, mint egy hagyományos sablon esetében, hanem ahogy látjátok, az Andi pöttyöző mozdulatokkal aprólékosan, mert így fogja azt a hatást adni, mintha ott is lenne a minta, de már le is kopott volna. Tehát, hogy ez egy régi doboz, ez nem egy most elkészített doboz. Még ennek a régiességét majd még egy technikával még hangsúlyozni fogjuk. És akkor egyébként ez már nagyon gyorsan megszárad, úgyhogy ennek már nem kell nagyon sok idős. Hát ez gyakorlatilag, ahogy levesztük a sablont, ez már szinte száraz is. Tehát akkor az elkészült és megszáradt a doboz, amiben most el fogunk készíteni egy adventi asztaldíszt. Először is van egy ilyen tűzőhabunk, amivel ki fogjuk tölteni a belsejét. Egy icipicit itt ott ragasztóval rögzítjük, hogy ne tudjanak elmozdulni. A ragasztópisztoly használatára nem győzzük felhívni a figyelmet, hogy vigyázni kell, mert nagyon forró ragasztó van benne. Ezt az egyet nem ajánlom gyerekek kezébe, de amúgy minden másban ők is tudnak ennél a résznél is segíteni. Nagyon szép illatos gyertyákat hoztunk, amit úgy tudunk rögzíteni, hogy egy vastagabb dróttal óvatosan beletűzzük. Nem feltétlenül kell melegíteni a drótot, bár ugye kicsit könnyebben csúszik bele, de ha nagyon túl melegítjük, akkor meg nagy lesz a rés és kicsúszik belőle a drót. Úgyhogy én így szárazon szoktam, ezek a gyertyák, amik tömbösítve vannak és öntve vannak, ezek nagyon jól lehet használni. És akkor beállítjuk a gyertyáknak a helyét. Én most egy középpontos elrendezést fogok készíteni. Nagyon sokféle dobozt hoztam, ezek szintén ugyanúgy akár megvásárolhatók, akár gyűjtögethetők,
és használhatóak. Amikor egy kicsit nagyobb termést használok, akkor azt én egy nagyon kis vékony dróttal azért szeretem megrögzíteni, mert szebben tudjuk belehelyezni. Ez egy egészen vékony, úgymond 0,6-os drót, amivel tökéletesen lehet szabad kézzel is dolgozni. Egy kicsit ilyen havas terméseket fogunk elhelyezni. Az idei karácsonyi színek nem sokban változtak, maradtak a pasztel krém színek, rózsaszín, türkíz, ezeknek is mindegyiknek a kis finom árnyalata. Úgyhogy én most ezt a gorgonalilla gyertyát ilyen kis rózsaszínes, púderes színekkel fogom kiegészíteni, hogy magát a kicsit robosztusabb szürke festéket egy kicsit kiemeljük, és mégiscsak karácsony az egy vidám dolog. Amikor ilyen doboz töltögetést csinálok, akkor általában ez a csoportos díszítés az, ami praktikus. És talán könnyen meg tudja csinálni bárki, ez egy nem egy elrontható dolog, hiszen addig kell rakni, amíg tele nem lesz. És csak az arányokra és a méretekre kell odafigyelni. Jó, tehát akkor most körülbelül készen vagyunk a koszorúval, és egy kis zsinórral fogjuk még díszíteni a gyertyák tövét. Az pedig körülbelül egy 30-40 centit leveszek. A zsinór az egy nagyon bomlós dolog, úgyhogy ennek a két végét én most elfogom egy kis laza csomóval, hogy ne menjen nekünk tönkre. Most egy nagyon egyszerű kis masnit készítek, és hogy az oda kerüljön, ahol lennie kell, ezért dróttal fogjuk beilleszteni. Ezeket a boxokat otthon is elkészítheti bárki, de itt a műhelyben is lesz még workshop. Mégpedig november 22-én pénteken 16 órától várják azokat, akik szeretnének asztaldíszük elkészítésében segítséget kapni. Ezentúl nem szabad növényi hulladékot égetni Székesfehérváron, viszont több alternatíva is létezik. Mutatjuk azt, amelyiket leginkább ajánlják a szakemberek. Levél fűkeverékből képződik, ez egy tavaszi mutatvány, tavasz óta itt van ezen a helyen. Varga Gábor, a Gaja Környezetvédő Egyesület elnöke mutatja a humuszt, amely tavasz óta készült. Az egyik alternatíva ugyanis az avarégetés helyett a komposztálás, amely során néhány hét alatt oxigén, hő, baktériumok, gombák segítségével a szerves anyagok lebomlanak. A szakember szerint a komposztálás minden szép kert alapja. Ha elviszik a kertből azt a szerves anyag mennyiséget, levelet, kaszálékot, ami nekünk ott termez, azaz a kertünknek a talaját szegényítjük el.
talaj legfontosabb komponense a humusz, amitől barna a talaj, sötét színe van. Ez adja a talaj termékenységét, ez képes arra, ez a nagyon bonyolult összetételű anyag, hogy a növények számára egy raktárt képezzen, és ebből a raktárból igény szerint adja le a növényi tápanyagokat, a tápelemeket. Varga Gábor megmutatja, hogyan lehet egyszerűen, hasznosan komposztálni. A avarnál, a lomnál az az ijesztő, hogy írtozatosan térfogatba jelenik meg egyszerre. Ez, ennek a levélnek a súlya nagyon kicsi a kiterjedéséhez képest. Ennek a hőapító tároledénynek a térfogata kb. 30 liter. Most egy ilyen 1 köbméteres ketrecet, 30, elvileg ugye számtalanilag 30 ilyen edényen meg tudom tölteni, és nem tudtam sehova, mert itt körös körül ennél sokkal több anyag van, és egy nagyobb kertbe körülbelül ugyanennyi lom képződik. Rendkívül egyszerű módja a térfogat csökkentésnek az aprítás. Aprítást most már nagyjából minden kertes házán meglévő fűnyíróval, akár elektromos, akár benzinmotorossal meg lehet oldani. A komposzthoz néhány raklap szükséges csak, nem fontos, hogy készen vásárolható eszközbe gyűjtsük a fa leveleket. Ez a világ legegyszerűbb komposzt kerete, vagy komposztáló ládája, vagy doboza, vagy nem tudom, rengetegféle néven mondják. A Tesco-ba, vagy bármelyik boltban ehhez hasonlót, vagy ennyit tudó komposzt keretet kb. 10.000 forintért lehet megvenni. Ugye ennek az értelme lényege az, hogy ez nem egy összefüggő síklap, hanem rések vannak benne. Azért, hogy a levegő kibe tudjon áramlani. Komposztálás az levegővel működő folyamat. Egy ilyen egyszer használatos raklap nagyon sok helyen ingyen elvihető. Tehát el kell menni különböző helyekre, ahol nagy az áruforgalom, különböző üzemek vannak itt Fehérváron, akik nem akarok most számokkal dobározni, de tucat számra küldik ki naponta a depónia berakójára az egyszer használatos raklapot, mert nem tudok vele mit csinálni. Ott pedig felapítják. Tehát az eszköz alatt meg kell találni a forrást. A szénnitrogén arány, ez a nitrogén forrás ebben az esetben egy fűkasszálék, amit ezzel a fűnyíróval vágtunk, és azt mondjuk, hogy a szénnitrogén arány legyen 3:1 a barnából, tehát a széntartalmú anyagból, magas széntartalmú anyagból, 3 résznyi mennyiség, 1 résznyi zöld mennyiség. Ezeket az arányokat, hogyha ezeket választjuk, akkor kielégítő mennyiségű nitrogén van a szén mellett, hogy a bomlás elég jól, elég nagy sebességgel végbe menjen. Tehát tételezzük fel, hogy akkor ez legyen a 3 rész, ez a vödör. Szépen elrendezzük itt a komposztálóba alul, és ráterítünk egy rész, hogy ez 1/3 résznyi mennyiségű nitrogén forrást, a zöld kaszálékot, vagy a fűnyesedéket. És ezt a létegzést megcsináljuk. Tehát 3 rész, avar, aprított avar, 1 rész fűnyesedék. Egészen addig, ameddig idáig nem ér. A Berkeley Egyetemen írták ezt a módszert, több ezer kísérlettel mérték ki. Amerikai azt mondja, hogy 3 láb így, 3 láb így, 3 láb így. Ez nagyjából
egy köbméter. Hát nincs annyi, de majdnem egy köbméter. Ez a termokomposztálásnak a lényege, hogy ez a keverékmennyiség összejön, akkor ez felmelegszik. Komposztálás akkor működik, hogyha fel tud melegedni az anyag, és ugye minden 10 fokos hőmérséklet emelkedéssel a kémiai reakciós sebességek duplájára nőnek. Nyilván egy határig. Tehát ez a keverék, hogyha egy köbméter sikerül összeraknom, akkor néhány nap múlva eléri az 50-60 fokot. Valamikor fölmegy 70-80 fokra. Akkor át kell forgatnom, meg kell levegőztetnem az egészet. A humuszkészítés ideje körülbelül 3 hónap. Ez az az anyag, ami abból a felapított levél fűkeverékből képződik. Ez egy tavaszi mutatvány. Tavasz óta itt van ezen a helyen. Nem nyúltam hozzá. De ami ennél sokkal, de sokkal jobb, az itt van, ugye ez gyakorlatilag tiszta humusz. Ez is ugyanannyi idős, mint ami itt van, ez a felaprított anyag, de ehhez giliszta humuszt adtam oltóanyagként. Giliszta humusz a világ leghatásosabb oltóanyaga, tele van enzimekkel, baktériumokkal, ugye a földi giliszták csinálják a világ legjobb minőségű humuszanyagát. Tehát, hogyha tudunk giliszta komposztot szerezni, annál jobb nitrogénforrás oltóanyag nincs a világon. Ez lesz belőle, és ezt utána nyugodtan ki lehet vinni a kertbe, növények alá. A humuszt vissza lehet forgatni a kert talajába, hiszen annak szerves anyag tartalma segít, hogy a talaj jó kondícióban legyen, megtartsa a vizet, ne száradjon ki gyorsan, ne legyen fizikailag nehezen kezelhető, például az agyagos talajszerkezet állapota javuljon. Új mentőtiszti autó állt szolgálatba Székesfehérváron. A jármű, amely tartalmazza a legmodernebb technikai felszerelést, az önkormányzat támogatásával kerülhetett a mentőállomásra. A legkorszerűbb eszközökkel felszerelt mentőorvosi autó állt szolgálatba Székesfehérváron. Az eszközök világszínvonalú technológiáról árulkodnak. A fejlesztést az önkormányzat támogatásával valósították meg, növelve nem csak a város, hanem a térség ellátás biztonságát. Egyrészt is megmutatjuk azt az autót és azokat az eszközöket, amit ebből az önkormányzati támogatásból sikerült megvásárolni. Másodszorban pedig hangsúlyozzuk azt, hogy a mentőszolgálat, a mentőállomás és az itt dolgozók mindennapos munkája szakértelme egy nagyváros és annak környezete életében nélkülözhetetlen. Fantasztikus munkát végeznek, nagyon-nagyon nehéz munkát végeznek, 24 órás szolgálatban végzik ezt a munkát, és ezért volt természetes, hogy amikor a mentősök fordultak hozzánk segítségül, hogy szükség lenne erre az eszközre, az autóra is, és abban a technikára is, ami ebben benne van, akkor megpróbáltuk megnézni, hogy tudunk-e segíteni, és szerencsére tudtunk a helyi gazdaság erejének és támogatásának köszönhetően ezt a 25 millió forintos támogatást biztosítani tudtuk, és ezáltal ez az autó most már itt van, szolgálatba áll, és az nyilván a jó munkakörülményeket biztosít a mentősöknek, és együtt pedig szolgálja az ellátottakat, az egészséget. Nem elfelejtve, hogy egyfajta együttműködés ez, hiszen az állam biztosítja a személyi állományhoz kapcsolódó juttatásokat a következő években, az üzemeltetés költségeit. Mi adtuk ezt a támogatást, amiből ez az eszköz most beszerzésre kerülhetett. Még egyszer, ami nem csak egy autót jelent, hanem benne lévő technikát, eszközparkot is jelent. Egyúttal pedig, és ez a legfontosabb, harmadik szereplőként pedig itt vannak a mentősök, akik nagyon nagy szakértelemben a mindennapokba teszik a dolgukat. Köszönet nekik, és alapvetően ugye most itt sokan megköszönték nekünk a támogatást és az autót, de szerintem ez a legkevesebb, amit mi adhatunk át nekik, megköszönve azt a munkát, amit ők végeznek. Az új eszközöknek köszönhetően a térségben élők magasabb színvonalú egészségügyi ellátásban részesülhetnek. Nem csak a kormányzat tekinti a mentőszolgálatot prioritásként és a fejlesztését prioritásként, hanem láthatjuk, hogy számos önkormányzat is azt gondolja, hogy a mentőszolgálatba fektetni energiát és pénzt, az igenis megtérül a betegellátásban. Az itteni bajtársaink, a Székesfehérvári bajtársaink mintegy 60-an vannak ezen a mentőállomáson, már több 10 éve működik itt a mentőállomásunk,
Azt tudom mondani, hogy az elmúlt időszakban is csak a tavalyi évet nézve 15 ezer esetben nyújtottak segítséget, számos esetben életmentő segítséget is. A környék lakosságának ez egy óriási előrelépés, hogy nem csak a nagy autóparkunk, hanem úgynevezett a mentőorvosi, mentőtiszti kocsiaink is meg tudnak újulni. Az elmúlt hónapokban itt egy új esetkocsit állítottunk szolgálatba, mint egy 50 millió forint értékű fejlesztés volt ez, de most az önkormányzat is azt gondolta, hogy igenis megéri ezt a támogatást ide nyújtani nekünk, és egy 25 millió forint értékben egy új mentőorvosi kocsit tudtunk beszerezni, teljesen új orvostechnikai felszereléssel, ez jelenti a lélegeztetőgépet, infúziós adagoló pumpákat, defibrillátort, monitor. Tehát ma a kor követelmények a legmagasabb színvonal az, ami ebben az autóban orvostechnikai szempontból is benne van. A fehérvári mentőállomáson dolgozók mintegy 15 ezer esetet látnak el évente, és 300 ezer kilométert tesznek meg Fejér megye útjain. Éppen ezért a fejlesztésre mindig szükség van. Az alapítvány története az 2018-ban kezdődött, egyébként ez egy hiánypótló alapítvány volt, hiszen a város már nagyon régóta nem rendelkezett saját mentő alapítvánnyal. Ennek kapcsán merült fel az itteni bajtársakba, hogy kéne létrehoznunk egy mentő alapítványt, hogy kifejezetten az itteni székesfehérvári mentőállomást egy kicsit tudjuk fejlesztgetni. 2018-ban, októberben meg is alakult ez az alapítvány, polgármester úr volt, és jelenleg is ő az, aki az egyik legerősebb támogatója ennek az alapítványnak. Ő nagyon-nagyon szívvel, lélekkel támogatja minden törekvésünket, és azt hiszem, hogy ez a törekvés ebben az autóban manifesztálódik ma igazán, hiszen ez egy nagyon-nagyon jelentős támogatás, és további támogatásokról is természetesen biztosított minket. És az, hogy személyes jelenlétével ő mindig megtiszteli a rendezvényeinket, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó erő, amit ő tud nekünk adni az anyagiakon felül. Ez az autó egyébként most az OMSZ alapítványon keresztül valósult meg, hiszen, mint mondtam, ez a mi fehérvári mentő alapítványunk még nagyon fiatal. Ettől függetlenül annak kapcsán, tehát úgy jöhetett létre egyáltalán, hogy ez az autó megvásárlásra került, vagy a városra sikerült egy nagyon jó, mondhatnám úgy, hogy egy kicsit több, mint kollégiális viszonyt kialakítani egy polgármester úron keresztül, és hát az alapítványunkat pedig szeretnénk minél inkább, ha minél többen támogatnák, hiszen, amint polgármester úr is elmondta, ez egy körforgás, tehát az az adomány, ami ide bekerül a fehérvári mentő alapítványba, az közvetlenül a székesfehérváriak és a vonzás körzetükbe élő és dolgozó embereknek a mentésére fog fordítódni teljes egészében. Györfi Pál az ünnepségen kiemelte, a legsürgősebb esetekben a megfelelő eszközök használata mellett a lakosság segítsége is fontos. A mentők speciális feladatot végeznek magas szakmai színvonalon, profin, de azt tapasztaljuk, hogy a legsürgősebb esetekben a lakosság bevonása nélkül nem lehetünk igazán sikeresek. Ezért is nagy öröm számunkra, hogy ez a mentőtiszti, mentőorvosi kocsi is gyakorlatilag a helyi közösség támogatását testesíti meg, és azt látjuk, hogy egyre többen mernek és tudnak segíteni, mondjuk egy újraélesztés esetén. Az elmúlt 2,5 évben sikerült megdupláznunk a sikeres újraélesztések számát, egyértelműen azért, mert a lakosság is segít nekünk. Az új kocsiban lélegeztetőgép, defibrillátor, továbbá egyéb életmentő felszerelések, berendezések is vannak. A működtetést és annak finanszírozását az állam fedezi a következő években. Az ünnepélyes átadót követően Spányi Antal megyés püspök megáldotta az új járművet. Nagyon szépen köszönjük. Majd Östör Anna Mária egészségügyi, sporttal és társadalmi fenntarthatósággal kapcsolatos feladatok tanácsnoka két vadonatúj laptopot adott át a mentőszolgálatnak a Videoton dolgozókért alapítvány támogatásaként. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Jövő héten pedig a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Viszontlátásra!